Az augusztus 20-ai ünnepség sorozat programjairól kérdeztük Ágó Ritát, a Kárpáti a Kincsesház rendezvény szervezőjét. Augusztus 19 és 20-a között tartják a kistelki búcsú és arató ünnepet itt Kisteleken. Erről kérdezzük Ágó Rita, a Kárpáti a Kincsesház rendezvény szervezőjét. Köszöntelek! Beszéljünk egy kicsit először a 19-i programokról, utána pedig a 20-airól. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Kétnapos programmal várjuk majd az idei esztendőben a kedves érdeklődőket. Augusztus 19-én este Pitti Katalint és Berkes Jánost várjuk majd ide a művelődési ház színpadára. Pitti Katalin egy Liszt-díjas, érdemes és kiváló művész, Berkes János szintén érdemes művész, és őket fogja kísérni majd Hegedűs Valér zongora művész. Már előre várhatóak jegyek, 2000 forintos áron itt a művelődési ház jegyirodájában hétköznap 8:30-tól 16:30-ig általában. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk erre a kedves kisteleki érdeklődő közönséget, és nem csak Kistelekről, hanem a környékből is nyilván az operett kedvelőket nagy szeretettel. 20-án mivel is készül Kistelek? Augusztus 20-án reggel 8 órára várjuk az ünneplő közönséget ide a Szent István térre majd, az ünnepélyes zászló felvonásra. A fanfár hangjaira vonják fel a zászlókat, huszárok díszőrségében láthatjuk majd ezt a ceremóniát. Ezt követi majd a szokásos ünnepi futás, kerékpározás, és immár a 6. hétkerék street görkorcsolya kupa. A plakátokon, Facebook oldalon lehet jelentkezni ezekre a versenyekre, előzetesen is, de itt a helyszínen már reggel 7 órakor a kollégák várják a sportolni vágyó fiatalokat, gyerekeket, felnőtteket, úgyhogy várunk minden sportolni vágyót. Ezt követi majd ugye az eredményhirdetés, nyilván az első három befutó gyerek és felnőtt kategóriában majd megkapja a megérdemelt érmet, oklevelet, úgyhogy díjkiosztás. Utána 9:30-kor van az megemlékezés virágainak az elhelyezése a Szent István szobornál és a Mária Terézia szobornál a polgármester hivatal előtt. 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Szent István római katolikus templomba, és 11:30-kor újra ide várjuk az érdeklődőket a Szent István térre, mert hogy 11:30-kor indul a menet a Szent István térről egészen ki a vásártérig. Előtte a szokásos városba tett felvonulási menetek indulnak, 10 órakor a lovasfogatosok. Ezt is megadtuk az útvonalat, hogy a lakók majd esetleg ki tudnak menni, hogy ezek a szépen felszerelt járműveket, itt lovakat meg tudják tekinteni. A traktorosok is felvonulnak a városba, és a veterán járművesek is tesznek egy kört 11-től. És akkor 11:30-kor beáll mindenki a menetbe, és egy fantasztikus, igazán nagy létszámú menet fog elindulni. Mazsorettes lányok lesznek az elején, az idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar következik utána. Lesznek az oroszlán szívlovagrend tagjai a menetbe, és akkor így a fogatók, a traktorok, de a dottóra is fel lehet majd ülni itt a központban, a város központban, akinek van kedve ebbe a menetbe így tevőlegesen is tészelni, mint utas. Úgyhogy szeretettel várjuk a Kistelek apraját, nagyját. A délutáni programok hogy is fognak kinézni? Dél körül reméljük, akkor kiérünk a vásártérre mindannyian, és ott vár bennünket a színpad, ahol ünnepi köszöntőt Nagy Sándor polgármester úr fogja mondani. Vendégünk lesz, díszvendégeink lesznek dr. Kisrigó László püspök úr, aki majd az új kenyérszentelésben lesz segítségünkre, vagyis ő teszi meg ezt a ceremóniát. És átadjuk az év rendőre díjat, az év tűzoltója és az év mentőse díjakat.
dr. Polyák Zsolt rendőrtandártábornok úr, Szatmári Imre tűzoltó tandártábornok úr és dr. Kincses László vezető főorvos úr adja majd át ezeket az elismeréseket az idei esztendőben. Ezt követően majd 13 órakor a szokásos mezőgazdasági kiállítás megnyílik, amelyet a kertbarátok állítanak össze. Reméljük idén is szép terméseket láthatunk majd tőlük. 13:10-re tervezik a Kisteleki Citera zenekar fellépését. Őket követi majd, most nem a színpadon, hanem majd az aszfalt pályán a hagyományos cséplőgéppel a cséplés bemutatása folyik majd. Tehát egy kicsit áthelyezzük a színteret. Közben a lovasfogatosok már majd készülni fognak az akadályhajtásra, mert 14 órától ezen az akadályhajtó pályán már fölállítják majd az időkaput, a sejbákat, és mindenki precízen készül a lovával, meg a fogatával, és megszemlélik a pályát, hogy mind kell nekik majd végighajtani. Úgyhogy erre 14 óra körül kerül sor ezen az akadályhajtópályán. 15 órakor szintén a színpad elé várjuk majd a közönséget, ahol a Silversteppe táncstúdió táncosai, Kisteleki és Kiskunfélegyházi táncosai mutatják majd be a produkciójukat. Főleg ilyen hip-hop és modern táncokat fognak bemutatni. 15:30-kor vendégeink lesznek az Oroszlán Szív Lovagrend Egyesület, és Zentáról jön egy másik ilyen szintén hadi hagyományokat őrző egyesület, a Szent Longinus Hagyományőrző Egyesület. Úgyhogy középkori hadászati bemutató, úgyhogy várjuk a kicsiket, nagyokat, az érdeklődőket erre a különleges programra is. 16:45-től szintén a színpadra érkeznek majd a táncosok, mégpedig a Bába Bokra Néptánc Együttes. Ők ugye a helyi néptáncosaink is, bízom benne, hogy ismét meglepetéssel és nagyon szép néptánccal jönnek hozzánk. 16:30 után a ProArtelit Táncakadémia táncosai, versenytáncosai mutatják be majd a társas táncok produkciói számos sorát. Nyilván ők is országos bajnokok és nagyon szép eredményeket elért párok, akik majd táncolni fognak. 5 órára várjuk a színpadra az Idősebb Vándor Rudolfúvó zenekart. Ők együtt vagy egymás után egy ilyen fúvószenekari találkozót is szerveztek, vagy tehát együtt a kettőre azt mondhatjuk, hogy fúvószenekari találkozó, mert hogy nagyon neves vendéget hívtak az idén, Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár Hódmezővásárhely helyőrségi fúvószenekara lép majd fel a színpadunkon. Ők egy meglepetést is hoznak a műsor végére, ami még itt nem volt szerintem Kisteleken, gyepsót mutatnak be. Ez majd akkor kiderül, hogy mit akar, hogy gyepsó. De szerintem benne van a nevébe picit rejtve, hogy valami koreográfia, zene, és alakzatok és katonák, szóval együtt ez így gyepsó. Őket követi majd a színpadon 19:30-kor a GC Reload, tehát a Good Company Reload zenekar, ugye őket biztosan ismeri a kisteleki közönség, nekik lesz itt egy élő koncertjük, egy órás produkció, úgyhogy várjuk a rajongókat ide a vásártéri színpadhoz. Lassan utána, ahogy vége, az ő koncertjüknek már kezd sötétedni, és reméljük, hogy jó hatást és szép látványt fog mutatni a történelmi tűzzsonglőr bemutató. Ők azok, akiket itt az előbb említettem, a Zentai Szent Longinus Lovagrend tagjai fognak itt nekünk bemutatni egy ilyen tűzzsonglőr, de kicsit hadi bemutatós, lángpallósos, kardvívás és ehhez hasonló meglepetések jöhetnek itt majd sorra tőlük. És akkor a
nagy koncertünk este 9:30 kezdődik, Jani Csákveca a vendégünk. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk tényleg a környékbeli rajongókat is, akik tud, jöjjenek el erre a színvonalas koncertre. És zárásként még egy utcabállal készülünk, Retro Disco és DJ Holota, aki közreműködik majd ebben. A Zaporozsesz találkozó kistelekre is ellátogatott. Erről kérdeztük Szász Attila szervezőt. 10. alkalommal, vagyis jubilál a Zaporozsesz találkozó, erről kérdezzük Szász Attila szervezőt. Köszöntelek, hogyan is indult anno ez a találkozó, hogy szervezzetek egy ilyet? Sziasztok! Ez egy viszonylag régi történet, már 11 éve, hogy megrendeztük az első kis találkozónkat, akkor ez még egy kis bohockodásnak indult jobbára. 4 autóval csináltunk egy ilyen kis hosszú hétvégét a Velencei tó partján. Viszont azóta a tagok létszáma is gyarapodott, meg annyira megszerette egymást a társaság, hogy igazából kinőtte magát egy ilyen évi nagy bulivá ez a dolog, 4 napos rendezvényként szervezzük le ezt minden évben. Annyi a különlegessége ennek a dolognak, hogy minden évben más valaki szervezi, és az ország más pontjára megyünk el. Igyekszünk a főszervezőnek a mikrokörnyezetében lévő érdekességeket megnézni, ezért is jutottunk el Kisteleki Rétesházhoz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy jött Kistelek és ez a közeg, mert ugye a Félegyháza, Szeged, amerre még úgy mentek ebben a pár napban. Igen, én ugye pusztaszeri születésű vagyok, és a Kisteleki Rétesházhoz egy kicsi kötődésem van, így rokoni szálak fűznek így messziről. És mivel a Kisteleki Rétes is a maga nemében egy nagyon különleges dolog, ahogy ápolja a hagyományokat az Ági, meg hogy készíti ezt a nagyon prémium minőségű terméket, mindenképpen szerettem volna a vendégeinknek ezt megmutatni. Ugyanígy, mivel pusztaszeri születésűként a Hétvezér emlékmű, ami közel áll hozzám, Szegeden jártam iskolába, ott kezdtem el dolgozni annak idején, ezért Szegedre is átmegyünk egy napra. A feleségem a Júlia Malomba dolgozik Kunszálláson, és ott is megnézzük a Júlia Malmot, illetve Kunszálláson az Órák házát, egy magángyűjteményt is meg tudunk nézni. Mennyien is érkeztetek erre a találkozóra? Kik és honnan? Gondolom az ország több pontjáról. Így van. Ma ugye csütörtök van, ez kvázi a 0. nap. Régebben ezt azért vezettük be, mert nagyon sokan, viszonylag sokat utaznak, nem csak kilométerben, hanem üzemidőben is, egy Zaporozsesszel azért egy 3-400 kilométert leautózni az elég sokáig tart. Viszont mára már igény merült fel arra, hogy csütörtökre is egy kicsi programot csináljunk. Így a 0. nap alkalmából most nagyjából egy 25-26 fővel vagyunk jelen, 15 autóval érkeztünk ide Kistelekre. Szombati főnapunkra pedig 26 autót várunk, és 50-55 főre számítunk. Ennyien vannak regisztrálva. Akkor beszéljünk egy kicsit erről az autóról, erről a fajtáról. A Zaporozsesz alapvetően egy olcsó népautónak épült annak abban az időben. A Szovjetunió vezetése találta ki, hogy ő nekik is a német bogárhoz hasonló, Németország bogarához hasonlóan kell egy olcsó népautót a munkásoknak biztosítani, ezért született az a kis jármű. Ez egy 1200 köbcentis V4-es légütéses 40 lóerős kis autó. Nagyon nem volt jó híre a szocializmus időszakában, és nagyon nem volt jó presztízse. Ez már azért feljött. Mi nagyon szeretjük ezeket az autókat, a külföldi klubokkal is elég jó kapcsolatot ápolunk. Most Németországból 6 autóval 9 fő érkezik hozzánk erre a 4 napra. Az idei horgásztáborról kérdeztük Nagy Lajost, a Kistelki Horgász Egyesület vezetőjét és a résztvevő gyerekeket. Horgásztábor tartanak ezen a héten Kisteleken, erről kérdezzük Nagy Lajost, a Kisteleki Horgász Egyesület vezetőjét. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a táborról, hányadik alkalommal rendezitek már meg, és hány gyerek vesz részt rajta? Én is üdvözlöm a nézőket. 4. alkalommal rendezzük ezt a tábort. Most jelen pillanatban 20 fő táborozónk van. Ebből van, aki korábbi évekből visszajáró, meg van 8 új táborozónk is. Hát most azt tudom mondani erre az évre, hogy nagyon jó sikerül ez a tábor, mert ezek a fiatalok, ezek nagyon nyugodtak, nem szaladoznak, nem ugrálnak, tehát mindenkit a horgászat érdekel, és azon van, hogy minél több halat fogjanak. Hálá Istennek, fognak is különböző fajta, különböző méretű halakat. Volt, aki fogott 6 kiló fölötti halat, de volt, aki csak 10 dekás törpeharcsát fogott, de általában mindenki fog halat, tehát ritka az, hogy nem fognak halat. A
úgy nézzük, a gyerekek is nagyon élvezik, szeretik, érdekli őket, tehát nem az van, hogy elfaradunk, nem érdekel. Sajnos a nagy melegre való tekintettel őket is megviseli a meleg, nem csak minket, és próbáljuk úgy osztani a horgászatot, meg az oktatást, hogy most eltolva, fordítottan, hogy elsőbb horgászunk, és utána, amikor nagyon bejön a meleg, akkor van az elméleti oktatás. Ugye vendégek is érkeznek. Ezen a héten kik voltak ezek? Igen, vendégeink is vannak, mint tavalyi évekhez korábban. Keddi alkalommal volt a Horgász Szövetségnek a halőrei, a Kovács Tibi és a Varga Zoltán. Második nap, szerdán, Erdély Attila világbajnok féderhorgászunk volt. A vendég, ő is próbálta a gyerekeket ösztözni, sarkallani, tanítani a horgászatra, hogy legyenek jó horgászok, kitartóak, és minél több élmény szövődjön nekik a horgászat során. A harmadik nap a csütörtöki nap volt, ott a Jéger Szabolcs, a Fishing Hunting műsor szerkesztője, riportere volt a vendégünk, ő is hasonlóképpen vélekedett erről a horgásztábor, ölült neki, hogy itt lehet ismételten, és ő is próbálta a táborozóknak átadni az élményeit és a tudását. Most péntek lévén a negyedik nap, most a Csala Tibor, mozgáskorlátozott világbajnok harmadik helyezett, van a vendégünk, ő a meccsbotos horgászatot mutatta be a gyerekeknek, próbálta elmutogatni, hogy mit jelent az, hogy meccsbotos horgászat, mit megkülönbözik a spitzbotos horgászattól, és próbálta a gyerekeknek megmutatni, hogy mi ez a távolság, hogy kell beállítani a szereléket, és hogy tudnak horgászni a meccsbottal. A szombati nap lesz majd nekünk a záró napunk, ott szokáson szíven versennyel fogjuk befejezni a napot, csak most az a pikantériája az egésznek, hogy most családi lesz. Tehát nem csak a gyerekek fognak versenyezni, hanem meghívtuk a szülőket is, és ők közösen fognak alkotni egy csapatot, és ez alapján fogjuk a horgászatot, meg a horgászversenyt lebonyolítani, és díjazni fogjuk, meg szeretnénk a nyerteseket. Hányadik alkalommal veszel részt ezen a táboron? Negyedik alkalommal. És én nagyon jól érzem magamat, mert itt mindig segítenek, adnak etetőanyagot, meg minden. Akkor már visszatérő vendége vagy. Gondolom, akkor a családban is horgásznak, vagy miért is jöttél ide? Igen, a családban is horgászunk, apukám, meg a testvérem, és ennyi. Miket csináltatok a héten, kik érkeztek ide hozzátok? Erdei Attila érkezett kedden, meg egy tesztelő horgász, és ennyi. Igen. Neked mi volt a kedvenced ebben a táborban? Hát, amikor jött Erdély Attila, és akkor jött. Vele jó volt beszélgetni, meg sokféle infót, titkot elárult? Igen, meg sok technikát is elárult, és nekem nagyon kedvelesz a horgászathoz, és én ezt felkorom még akarom csinálni hobbiból. Volt fogás? Igen, egy kárász, meg egy ponty. Akkor hányadik alkalommal veszel részt a táboron, és mi volt a kedvenced ebben a pár napban? Miért is érkeztél ebbe a táborba? Azért, mert halat akarok fogni, meg jó itt lenni, és sok mindent tanulhatunk. Ugye vendégek is voltak nálatok ebben a pár napban, tőlük is sikerült tanulni, információkat szerezni? Igen. Oké. Fogtál halat ebben a pár napban? Volt fogás? Volt tegnap, és tegnap előtt, és az együtt volt 11 halam, mindegyik kicsi volt. Neked mi volt a kedvenced ebben a táborban, hányadik alkalommal érkeztél ide? Nekem az, amikor horgászunk, meg hogy jönnek a vendégek, és ezt tudjuk nézni, és második alkalommal vagyok itt. Fogtál halat ebben a pár napban, és milyen halat? Igen, az első nap 10 darab törpeharcsat, meg 3 kárászt, a másodikon egy törpeharcsat, meg egy kárászt, a harmadikon semmit, azt most reménykedek, hogy fogok egy jó nagy halat. Hányadik alkalommal vesztek részt még ebben ez, a táborban? Még ez az első. Még ez az első nekem is. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Nekem teljesen, nekem nagyon-nagyon tetszik. Fogunk halat is, és ez így öröm.
Miért jöttetek ebbe a táborba? Mert szeretünk horgászni és kikapcsolódni. És meg szeretnénk tanulni, hogy profiban kicsit horgászni. Érkeztek ugye vendégek is ebben a pár napban. Jó volt velük találkozni, beszélgetni, melyik volt a kedvencetek, ki volt a kedvencetek? Nekem, aki most van. Itt. Nekem is a Csala Tibor volt a kedvencem eddig. De az Attila is, meg a Szabolcs is jó volt. Nekem mindent tanultunk tőlük. Jöttek? És nagyon sokat megtudtunk, amit eddig még nem is tudtunk, meg a halfajtákat. Ez tetszik nekünk nagyon. Akkor jövőre is részt vesztek ebben. Biztos, igen. Most is fogunk majd jönni jövőre. Meg azután is én nagyon szeretnék folyamatosan jönni. Fogás volt? Volt. Már kárászokat fogtunk, meg törpéket. Törpéket. Meg egyszer majdnem fogtam ének is egy nagy halat. Elvitte az úszómat. Első alkalommal veszek részt a táboron, és nagyon jól érzem magam. Mit csináltatok a héten? Mi volt a kedvenced? Nekem a horgászat a kedvencem, és amikor elsőnek a bemutatóra jött egy ilyen profi horgász, az is nagyon tetszett. Tanultál tőle technikákat, infókat, azért sikerült kicsit tanulni. Igen, sikerült. Meg itten reggelente szoktunk átbeszélni ilyen dolgokat. Akkor, ha van rá lehetőség, jövőre is jönni fogsz? Igen. Ha van rá lehetőség, jövőre is jönni fogok. Oké. Fogtál halat ebben a pár napban, és milyen halat? Hát, fogtam halat, csak ilyen kicsi halakat fogtam. Kis harcsa. Ügyes vagy. Most is van egy a vödörben. Hogy érzed magad a táborban? Hányadik alkalommal veszel részt rajta? Első alkalma. Jól érzed magad? Igen. Mi volt a kedvenced? Ugye vendégek is érkeztek hozzátok, horgáztatok is. A horgászás. Miért szeretsz horgászni? A családban is horgásznak, vagy hogy jött ez neked? Családban is horgászunk. Oké. Milyen halat fogtál? Mennyit? Több harcsát, hármat. Ugye ez a tábor nekem tetszik, de néha, amikor ugye nemrég vittem haza két halat, ugye én kettőt ilyen törpe halat, és ugye nem akartam ugye megölni őket, úgyhogy apukám ugye ma elvitte valahová másmilyen helyre. De azért jól érzed magad, jók a programok? Milyen jók. Vendégek is érkeztek. Persze. Volt velük beszélgetni? Igen, ilyen szombaton, majd jön majd az unokatesóm majd hozzám, és ugye jön is majd ilyen horgász. És akkor jobb lesz együtt. De még 5 éves, persze. Oké. Okay. Milyen halat fogtál ebben a pár napban? Törpeharcsa. Hogy érzed magad ebben a táborban? Hányadik alkalommal veszel részt rajta? A negyedik alkalommal vagyok itt, meg jó érzem magam. Már akkor többször voltál ezen, gondolom, akkor a családban is horgásznak. Nem. Nem? Csak én. Csak te? Te vagy, akit ez ennyire érdekel? Apa régen, és úgy szerettem meg én is a horgászatot, hogy először apukám adott kezembe egy horgászbotot, és én is elkezdtem horgászni, utána már jöttek az olyan nagyobbak, mint ez, aztán már jó nagy halak is már. Akkor fogtál már nagy halakat is, nagyon? Igen. Itt a táborban milyen halakat fogtál? Na most ezen az alkalommal még nem, mert most a másik horgászatommal fogok ugye azzal horgászni. Mindjárt. Már voltak nagy kapásaim, de nem sikerült kifognom őket. És milyen halat fogtál? Szerintem pontyot. Kis pontyot. Hogy érted magad a táborban egyébként? Jól. Jó? Hányadik alkalommal veszel részt? Ez a negyedik. Akkor már jó ideje. Itt vagy, mi volt a kedvenced a héten? Hát igazából ez. A horgászás. De azért a vendégekkel is jó volt találkozni. Igen. A héten még egyébként fogtál? Igen. Milyen halat? Vörös szárnyúkeszeg. Fogtam egy kis pontyot. Hát igazából fenekezővel fogtam. Bedobtam nem is annyira nagyon messzire. És aztán egyszer csak ugye fölraktam a kapási jelzőt, egyszer csak elkezdett csörögni, látom, hogy már rántja befele a botot, gyorsan oda kaptam ugye
elkezdtem fárasztani, aztán ugye ide egyre közelebb jött, és aztán kiszákoltuk. Nem tudom, hogy mennyire lehetett nagy egy ankövő, 1 kiló, 2 kiló lehetett, vagy meg lehet, hogy kevesebb, szemről nem tudom. És úgy ennyi. De szép volt.